Az LMP-ből kilépők ma hivatalosan is megalakították a Párbeszéd Magyarországért pártot. Vendégeink az új formáció már jól ismert vezetői, Szabó Tíma és Jávor Benedek, immár társ elnökök, és Karácsony Gergely elnökségi tag. Jó estét kívánok! Jó estét! Jó estét! Miért van szükség társ elnöki rendszerre? A társelnöki rendszer az Európai Zöld Pártok gyakorlatában egy jól bevált szisztéma. Ennek keretében a párt vezetését nem egy ember köré építjük föl, hanem társelnökök képviselik a pártot a nyilvánosság felé, és ők vezetik is egyben a pártot. Ez lehetőséget teremt arra is, hogy egy férfi és egy női társelnök megválasztásával a nemek közti egyenlőség kritériumainak is meg tudjunk felelni, és segítsük, hogy a nők a magyar közéletben nagyobb részarányban meg tudjanak jelenni. De akkor ezek szerint párton belül sincsen egyértelmű hierarchia, tehát nem egy ember mondja ki a végső szót, hanem önök ketten? Valószínűleg így lesz részben, illetve hát azért körülöttünk, velünk együtt dolgozik egy csapat, egy elnökség, és hát nagyon remélem, hogy közösen fogunk minden döntést meghozni. Még egyelőre egyébként nem tisztázott a két társelnöknek sem a jogköre, tehát az, hogy mivel lesz nekünk több döntési funkciónk, mint a többi elnökségi tagnak. Én abban reménykedem egyébként, hogy ezeket a döntéseket, ahogy eddig is, a jövőben is közösen fogjuk meghozni. Nagyon sok párt lett most hirtelen az ellenzéki oldalon, rengeteg kis baloldali és liberális párt, Fodor Gábor is nemrég alakított egyet. Miért van ennyi kis pártra szükség, és mennyi esélyük van az egy nagy Fidesz-KDNP-vel szemben? Mi éppen azért jöttünk ki az LMP-ből, mert azt gondoljuk, hogy az ellenzéknek ez a fajta széttöredezettsége, ez a Fidesz hatalmi érdekét szolgálja, tehát valamilyen együttműködésben gondolkodunk mi is. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ebbe az együttműködésbe be tudjuk vinni azt a programot, amit korábban az LMP-ben is képviseltünk, csak ezt a programot szeretnénk a kormányváltás programjává is tenni egyúttal, és ez az kell, hogy értelmes párbeszédet, és amennyiben ez lehetséges, együttműködést alakítsunk ki a többi ellenzéki párttal. Tehát azért az fontos látni, hogyha ez a fajta széttöredettség az ellenzéknek megmarad, és 2014 májusában, vagy amikor a választás lesz, nem egy jelölt fog szembenállni a fideszes jelölttel, akkor nem lesz kormányváltás. Éppen ezt a nagyon egyszerű politikai racionalitást szeretném mi is követni majd az elkövetkező időszakban, de nagyon fontos, hogy ha van megállapodás, az programok mentén valósuljon meg, és a programokat viszont pártok viszik bele az együttműködésbe, ezért alakítottunk mi is egy baloldali zöld pártot. Egyelőre egy szervezettel kezdik meg a tárgyalásokat, hivatalosan erről ma már szó volt, de nem okozott senkinek meglepetést, hiszen nyilván az LMP szakadásához is köze volt ez az Együtt 2014 és Bajnai Gordon. Miért éppen velük kezdik, miért ők a legszimpatikusabbak? Az Együtt 2014-ben olyan szervezetek is vannak, akikkel az LMP maga is stratégiai együttműködésre törekedett. A Milla vagy a Szolidaritás már az LMP-nek is együttműködő partnerei voltak, hiszen nagyon sok közös volt abban, ahogy láttuk Magyarország helyzetét és a feladatokat, a tennivalókat 2014-ig és 2014-et követően. Úgy gondoltuk, hogy kormányváltásra van szükség, azonban nem elég, hogyha 14 egyszerűen az Orbán kormány leváltását hozza el, hanem egy olyan korszakváltásnak is végbe kell mennie, hogy ez a kormányváltás ne a 2010 előtti állapotokhoz való visszatérést jelentse. Nyilvánvaló, hogy velük sokkal több minden köt össze, mint más ellenzéki erőkkel, tehát első körben az Együtt 2014-gel érdemes nekünk összenézni a programjainkat, hogy milyen mértékben egyeznek, milyen kompromisszumokat tudunk megkötni, és az együttműködés milyen formáit tudjuk kialakítani. És hogyha sikerült létrehozni egy olyan pólust, egy olyan politikai erőt, amelyik egyetért ebben a programban, a kormányváltás és a korszakváltás programjában, akkor erről a bázisról lehet folytatni a tárgyalásokat a többi ellenzéki szereplővel. Ön ott volt Bajnai Gordon évértékelője, nem bizonytalanította el a korszakváltás ígéretének tekintetében, hogy az első sorban olyan arcokat látott, mint Kuncze Gáboré, Zuchman Tamásé, Draskovics Tiboré, akiket nem szeretnék minősíteni, de hát a régi korszakhoz kötődne. Én nem hiszem, hogy a mi együttműködésünket az Együtt 2014-jel az határozná meg, hogy kik ülnek az első sorban, illetve kik ülnek a közönségben. Nekünk azt kell megnéznünk, hogy mi az, amiben mi közös megállapodásra tudunk jutni, mi az, amiben mi hasonlóan gondolkodunk az Orbán kormány leváltását illetően.
El tudunk-e képzelni egy hasonló Magyarországot, egy boldogabb, egy élhetőbb, egy fenntarthatóbb Magyarországot, milyen gazdasági társadalompolitikával tudunk előállni, milyen fenntarthatósági politikát tartunk fontosnak, hogyha ezekben a kérdésekben megegyezünk, akkor azt hiszem, hogy együtt tudunk dolgozni a jövőben is. Ezekben a kérdésekben egyébként feltétlenül akár az MSZP-vel is meg tudnának egyezni. Karácsony Gergely mégis azt nyilatkozta a napokban, hogy olyan feltételekről kell majd tárgyalni az Együttel, ami például biztosíthatja azt, hogy nem találják egy szép napon az MSZP ölében magukat. Valamilyen szinten a szocialistákkal is meg kell állapodni. Az a kérdés, hogy az együttműködés és a programok azonossága az egyenesen arányos legyen. Tehát azokkal szeretnék elsősorban együttműködésre jutni, akiről azt gondoljuk, hogy közelebb áll hozzánk a programjuk. Amit eddig tudunk az Együtt 2014 szándékairól, mondjuk az Erkölcsi Alapvetések című dokumentum, ami nem egy közpolitikai program, hanem inkább egy általános politikai alapvetés, abban sok olyan dolog van, amivel könnyű azonosulni, és hát ki kell nyitnunk azokat a kérdéseket, ahol valószínűleg sokkal nagyobb vélemények, különbségek lesznek. Tehát például a gazdaságpolitikában, amit mondjuk eddig lehetett hallani mondjuk a Bajnai Gordon által filmizett szakértő csapatról, az egy eléggé más program, mint amit mi gondolunk. Mi abban bízunk, hogy egyrészt az a borzasztó állapot, amiben van az ország, az is egy kicsit összeférsülhetőbbé teszi a programokat, hiszen a legközvetlenebb, a legszükségesebb lépésekben könnyen egyet fogunk érteni, és hát nyilván itt azt is látni kell, hogy Magyarország egy szociális katasztrófa felé közelít. Tehát nem elég arról beszélnünk, hogy helyre kerültünk a demokráciát. Itt nagyon súlyos szociális feszültségek vannak, amiket orvosolni kell. Tehát van esély arra, hogy meg tudjunk állapodni, de a megállapodás az azt jelenti, hogy valakinek mind a két oldalnak nyilván egy picit el kell lépni a korábbi álláspontjáról. Mi erre egy bizonyos szintig nyitottak vagyunk, reméljük, hogy a másik oldalon is lesz elfogadókészség. A mai napnak talán a legérdekesebb híre a pártalapítással kapcsolatban az volt, hogy kijelentették, hogy nem fognak csatlakozni az Együtt 2014-hez, hanem önálló politizálásra készülnek, ami ugye azért is érdekes, mert korábban éppen mindenki azt latolgatta, hogy például elképzelhető egy közös választási lista. Ezek szerint nem? Azt mondtuk ma, hogy nem fogunk belépni abba az Együtt 2014 együttműködésbe, amiben jelenleg benne van a MILLA, a Szolidaritás és a Haza és Haladás Egyesület. Természetesen a választási együttműködésnek különböző formái lehetségesek, és erre nyitottak vagyunk. Az biztos, hogy egy olyan formát kell találni, amelyik világos és érthető a választók számára, és egy világos és érthető stratégiát tud kínálni arra, hogy hogyan lesz 2014-ben kormányváltás, hogy hogyan tudjuk elvinni az országot együtt arra a pontra, hogy megtörténjen az Orbán kormány leváltása. Hogy ez pontosan hogy fog kinézni formailag, ez a tárgyalások során fog eldőlni, tehát azt gondolom, hogy ezt itt most megelőlegezni korai lenne. Képesek lehetnek önök egyáltalán önálló országos lista állítására? Én abban bízom, hogy képesek leszünk 2014-re akár önálló országos lista állítására is, de nem feltétlenül ez a cél. Az a cél, hogy olyan együttműködést alakítsunk ki az Együtt 2014-jel, és legyen egyfajta együttműködés a szocialista párttal is, amely biztosítja a kormányváltást. Az viszont fontos, hogy a Párbeszéd Magyarországért meg tudja jelenteni a saját programját, a saját értékeit, meg tudjon építeni egy olyan arculatot, amelyik egyértelműen azonosíthatóvá teszi ezt a pártot az ellenzéki együttműködésen belül, és lehetővé teszi, hogy 2014 után, a választásokat követően egy önálló frakcióval, önálló politikai programmal jelen legyen a magyar közéletben. Az biztos, hogy 2014-ben az elsődleges feladat az az ellenzék együttműködése a kormányváltás érdekében. Erre a megfelelő hatékony módszert meg fogjuk találni. A választók fognak olyan listákat és olyan jelölteket látni 2014-ben a szavazólapon, akik és amely listák biztosítják, hogy a kormányváltás megtörténjen. Hogyha én jól értelmezem az ön korábbi nyilatkozatait, ami a koordinált jelölt állításra vonatkozik, akkor valami olyasmi körvonalazódik, hogy azt el tudják képzelni, hogy az Együttel közös listát állítanak, de mondjuk például az MSZP-vel már nem. Ha és amennyiben ez így lesz, akkor nem zavarja ebben az, amit nem is olyan régen számoltak ki politikai elemzők, hogyha 4 jelentős ellenzéki blokk külön országos listával akar indulni, már pedig akkor ez történne, ha lenne az MSZP, lennének önök, lenne az LMP, amelyik kimondta, hogy saját listát szeretne, és itt tovább a DK, akkor
mindenképpen lesznek olyan körzetek, ahol egymás ellen indulnak, és innentől kezdve megette a fene az egészet, nem? Én nagyon sok mindent el tudok képzelni, de azt nem, hogy az ellenzék bénázása miatt az Orbán kormány itt maradjon a nyakunkon. Tehát az, hogy egészen pontosan... Pedig ha beszél az utca emberével, a legtöbben ezt tudják elképzelni. Én azt gondolom, hogy ők is azt szeretnék, hogyha lenne politikai változás, ezért nekünk ezt a választói igényt és az országnak ezt a elementáris akaratát, ezt meg kell tudnunk valósítani. Még nagyon messze vagyunk attól, hogy lássuk azt, hogy például mi milyen típusú együttműködésben tudunk mozogni más pártokkal. Nem célunk az, hogy az ellenzéket végletesen megosztjuk, vagy tovább szalámizzuk, de az, hogy mennyire tudjuk összeegyeztetni a programjainkat, mennyire tudunk garanciákat kapni bizonyos számokra, nagyon fontos kérdéseknek a megvalósítására, ezt nem tudjuk. Az LMP korábbi álláspontjával éppen az volt az egyik legnagyobb probléma, hogy még csak nem is tárgyalt a többi ellenzéki szervezettel. Mi most elkezdjük a tárgyalásokat, és abban bízunk, hogy sikerül megállapodni a legfontosabb kérdésekben, és akkor egy kicsit könnyebb lesz válaszolni arra a kérdésre is, hogy egészen pontosan mi az a leosztás, mi az a felállás, amiben az Orbán kormánynal szemben el tudunk indulni. Azt gondolom, hogy itt mindenkinek a józanész logikája szerint és azért bizonyos engedményeket téve kell politizálnia. Karácsony Gergely azt is mondta korábban, hogy szerinte a Fidesz járt a legrosszabbul az LMP szétválásával, mert hogy így a Párbeszéd Magyarországért és a megmaradó LMP más-más szavazói csoportokat szólíthat majd meg. Igen, ám, de ezzel csak akkor jár rosszul a Fidesz, ha végül az LMP két egykori fele is együttműködik. Tehát elképzelhető, hogy most azért szakadtak szét, hogy aztán a választások előtt találkozzanak? Nem, biztosan, hogy nem ezért szakadtunk szét, hiszen itt volt egy nagyon éles különbség a két tábor között azt illetően, hogy hogyan akarjuk leváltani az Orbán kormányt, hogy milyen típusú összefogásra van szükség. Mi továbbra is azt gondoljuk, ahogy egyébként Gergő is elmondta az imént, hogy minél szélesebb ellenzéki összefogásra van szükség, de nem mindegy, hogy milyen összefogás, milyen ellenzéki pártokkal, milyen szervezetekkel tudjuk megvalósítani ezt az összefogást. Nekünk kulcsfontosságú az, hogy hiteles pártokkal, hiteles szervezetekkel tudjuk ezt megbeszélni. És a Schiffer András fémén ezt LMP, nem az? Én azt gondolom, hogy ha ők hajlandóak részt venni és egyébként szembe menni az eddigi döntéseikkel, akkor egy ellenzéki összefogásban az LMP-nek is helye van. Ezt nekik kell eldönteni, ezt a döntést nem mi hoztuk meg, ezt az LMP hozta meg, illetve mi azért alakítottuk meg a Párbeszéd Magyarországért pártját, hogy részt vegyünk egy ilyen összefogásban. Tehát én azt gondolom, hogy illetve hogy remélem, hogy a Fidesz valóban rosszul járt azzal, hogy megalakult a Párbeszéd Magyarországért, és hogy létrejön egy ilyen. Tehát, hogyha ezek szerint Schiffer András kitart, akkor viszont nem áll helyt, amit ön mondott, akkor mégsem Fidesz fog rosszul járni, hanem önök. Én azt gondolom, hogy az a fajta LMP, amit ez a Schifferi stratégia szerint működik, az olyan szavazókat szólít meg, akik nem feltétlenül a kormányváltásban elkötelezettek, de nem is akarnak már a Fideszre szavazni. Mi azért jöttünk el az LMP-től, mert az LMP szavazói viszont együttműködés és kormányváltást akartak. Azt gondolom, hogy innentől kezdve valóban más típusú politikai célcsoportoknak politizálunk. Ennek a stratégiának, amit az LMP képviselni akar, valószínűleg van valami fajta jogosultsága, csak mi éppen ezzel nem tudtunk egyet érteni. Szerintünk együttműködés és egy gyökeres politikai fordulat kell Magyarországnak. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük a beszélgetést.